sokkal kisebbnek éreztem magamat a többiekhez képest, akik már régen voltak itt vannak, és próbáltam elesni tőlük így a színjátszásnak a fortéjait. És én úgy éreztem, hogy fejlődök. Először ide érkeztem, én voltam a legkisebb a csapatban, mindenki legalább egy évvel idősebb volt nálam. És kicsit izgultam, hogy hogy fognak erre reagálni, mert úgy éreztem, hogy ők egy összeszokott csapat, még ha voltak újak nálam, ugye koruknál fogva ők úgy éreztem, hogy be fognak illeszkedni, de nem, engem is teljes értékűként kezeltek, és ezt nagyon szerettem. Én imádtam ennek a csapatnak a tagja lenni, mert szerintem mondjuk egy fesztiválon nem klikkek, hanem egy nagy családként érezték magunkat. Az első előadásomkor, ha bár nem kaptam olyan óriási szerepet, mégis nagyon boldog voltam, hogy színpadra állhatok, viszont rettegtem az egésztől, féltem, hogy hogy fognak reagálni a bebukók, mennyire lesz gáz. És hiába tisztázta Gábor, hogy neki nagyon fontos, hogyha hibázunk, nem számít, csak javítsunk. Én valahogy mégis tartottam attól, hogy hibázok, én magamat fogom okolni. És mikor most színpadra léptem, az már inkább örömjáték volt, mert tudtam, hogy az utolsó évem is ki kell élveznem, és két év után újra színpadon, közönség előtt, és ez csak igazából annyi volt bennem, hogy élvezzük. És tényleg ez hatalmas kincs, hogy itt együtt színházat csináltunk. Én amikor először jöttem, akkor mondjuk azt, hogy egy nagyon rossz korszakomat éltem akkoriban, és nem nagyon féltem a többiektől, hogy majd mit fognak gondolni rólam, mik lesznek a gondolataik, vagy hogy milyen hozzász, mit fognak mondani, hogyha valamit csinálok, legyen az jó vagy rossz, és igazándiból nagyon-nagyon kívülállónak éreztem magamat a csoportba. Próbáltam beilleszkedni, de néha ilyen hangulat ingadozásaim volt ez, szóval nem repülnék meg, hogyha néha furán néztek rám a többiek. De nekem nagyon tetszett az, hogy igazándiból közösségé vált az egész csapat, és ténylegesen családként kezdtünk el egymásra gondolni, nem úgy, mint hogy ja, amúgy haver, és akkor ennyi, hanem szerintem nagyon jól összeszoktunk mindannyian, nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is. És én igazándiból régebben is voltam már színpadon, csak táncolással kapcsolatban, szóval nekem ez teljesen új élmény volt, és nagyon örültem annak, hogy ezt így kipróbálhattam, mint teljesen új közegben, meg teljesen új légkörben, és nagyon tetszett az, hogy egy olyan előadásnak a részese lehettem, ami egy eléggé komoly előadás, de egyben nagyon-nagyon fontos témát is dolgoz fel. Én amikor először jöttem, még a Covid elején, akkor még jobban megvoltam szeppenve, de inkább itt ennek az évnek az elejéről mondanám, hogy most is izgultam, hogy végül milyen lesz, hogy idén meg lehet-e tartani egyáltalán. És amikor megjöttem, és így láttam a csapatot, és elkezdett a Gábor beszélni, akkor ennek egy olyan személyisége van, hogy így minden elszállt, és jól éreztem magam. Én is már több évvel szoktam előadásba szerepelni balettel, az ifjúsági otthonban is, de ez teljesen más, mert itt jó részt inkább a hangunkkal játszunk. Emiatt izgultam valamilyen szinten, de nagyon jó érzés volt egyáltalán fellépni a színpadra. Szerintem a színészek, mint emberek sokkal közvetlenebbek, és a világot is teljesen másképp látják, színesebbnek, meg játékosabbnak. Szerintem mindannyiunknak adott önbizalmat, és a beszédünket is fejlesztette. Szerintem az emberi kapcsolatokat is mindenképpen, mert ahol ahogy a színpadon viselkedünk, az tényleg olyan, hogy nem egyedül állsz ott, és ha éppen benne vagy egy jelenetben, a többiek ugyanúgy veled vannak így lélekben, és tudnod kell, hogy ha elrontod, akkor körülötted ott vannak az emberek, akik bármikor a segítségedre lehetnek, és szerintem ez annyira szól a csapatszellemről, és hogy az emberek figyelnek egymásra, és segítik egymást. És hát, mint ember, nyilván akkor sokkal fiatalabb is voltam, eltelt azóta pár év, de biztos, hogy sokkal magabiztosabb vagyok, és többet látok bele az emberekbe, meg az életbe is, mint régebben. Szerintem nekem nagyon sok figyelmet adott, hogy figyeljek a világra, tehát mondjuk, ha megyek az utcán,
akkor ne csak mint egy zombi, hanem figyeljek meg apró részleteket is, mert szerintem ez hiányzik a sok emberből ma, hogy csak mennek és nem látnak. És szerintem még megtanított az, hogy hogy fejezzük ki magunkat, hogy beszéltünk nagyon sokat ugyanarról a dolgról, meg nagyon keveset lényegre törülően, de az tartalmasan beszéljünk. Szerintem ugye fejlesztette a beszédtechnikánkat is, azt, hogy megtanuljunk figyelni másra, mert például amikor jelenet van a színpadon, de nem ülhetsz és kezdhetsz el telefonozni, mert az egyrészt hatalmas tiszteletlenség, másrészt szerintem elég fontos, hogy figyeljünk a másikra, mert ő is figyel ránk. És igen, a figyelemre is megtanított, szerintem nagyon fontos, hogy figyeljünk az emberekre, mert anélkül ez a világ nem fog működni. Igazándiból úgy érzem, hogy pozitívabb személyiség lettem, mint voltam. Sokkal nyitottabb lettem az emberekre, és igazándiból kezdem megélni a pillanatokat. Vagyis, hogy lehet, hogy így úgymond eddig úgy volt, hogy mindig csak napról napra éltem, hogy akkor jó, ennek a napnak is vége, jön a következő. De mostanában meg már úgy érzem, hogy bármilyen közösségben vagyok, bármilyen napról legyen szó, mindig a pillanatokat próbálom megélni, hogy az a pillanat, akkor az ott is akkor nagyon jó legyen, és hogy örökké bennem maradhasson. Szóval nagyon örültem annak, hogy a csoporttársaim mind szellemileg, mind lelkileg segítettek engem. Ugye például rosszabb napom volt, akkor nem az volt, mint például nagyon-nagyon sok osztálytársamnál, hogy megkérdezik, hogy mi bajod van, és akkor ezzel egyfolytában kérdezgetek és felidegesítenek, hanem hogy ténylegesen, hogyha odajöttek, akkor vártak pár percet, majd megkérdezték, hogy mi bajom van, és akkor esetleg megkérdezték, hogy milyen napom volt, miért vagyok most rossz kedvű, és igazándiból próbáltak így lelkileg is, meg a saját tudásuk alapján segíteni nekem, hogyha esetleg valami rossz történt velem akkor éppen. Nekem sokat segített így beszéddel kapcsolatban koncentráció, meg nekem iskolában leginkább így védekezésképpen az alakult ki, hogy semmilyen érzelmet nem mutattam ki, vagy csak pozitívat, hogy azt se lássák, hogyha fáj vagy rossz. És hogy segített, hogy nyissak és kifejezzem akár a rossz érzéseket is. Jobban kibrak nyílni, és aki így régebb óta ismert, van, hogy meglepődnek rajta, hogy nálam is van ilyen egy rossz érzés, és hogy próbálnak segíteni, hogyha tudnak. Több színjátszó csoport is van. Nekünk kettőt ajánlottak, a Kadásokat és az Ifjú Morbid színpadot. Szerintem én az Ifjú Morbidba fogok menni. De mondta Gábor, hogy ezt még meg fogják beszélni, hogy milyen csoportok fognak indulni. Ezek még nem biztosak. Nálam biztos, hogy szeretnék tovább menni, tehát nekem a Maszkák elindította bennem a színház szeretetét, amikor együtt vagyunk a színpadon. Nekem is Morbid vagy Kada, hogy őszinte legyek, még nem tudom, nagyon dilemmázok, mert mindkettő előadásra nekem másért volt nagyon jó. És Gábor egyébként még mondta, hogy ez persze meg tisztázódni fog, mert még bőven van idő, hogy eldöntsük. Én most kezdtem el még csak egy éve így a színjátszóba járni, de szeretném folytatni, mert nagyon tetszik a közeg is. Meg az, hogy az emberek nem úgy állnak egymáshoz, mint például az iskolában, vagy például klikkerhes, ahogyan mondta az Vera is, hogy klikkesedések vannak, hanem ténylegesen családként kezelik egymást. Szóval szeretném ezt folytatni, és legyen bármelyik színjátszó csoport, nagyon szívesen szeretném meg közéjük tartozni én is. Én is valószínűleg folytatom a Morbid dosoknál, és szeretném lehet errefelé vinni az életpályát és munkát. Ezt még nem dölt el teljesen.